A Tolna megyei önkormányzat 2007 óta minden esztendőben elismeri a kiemelkedő teljesítményt nyújtó civil szervezeteket, valamint a működésüket segítő vállalkozásokat, magánszemélyeket. Az elmúlt 15 évben 50 közösség és 15 mecénás vehette át a megyei önkormányzat elismerését. Az idei rendezvény díszvendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A civilektől szólva azt mondta, tevékenységükkel számos olyan űrt töltenek be, melyet az államgépezet nem képes ellátni. Az önkormányzatok, illetve az állami szféra, maga a kormány is ezeket a szervezeteket évről évre elismeri. Tolna megyében az megyei önkormányzattal együtt 110 önkormányzat működik, és én azt gondolom, hogy ezek az önkormányzatok mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket a szervezeteket segítsék. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, megszámlálhatatlan értéke van Tolna megyének, melyek a civilek munkájának köszönhetően működik, a karitatív tevékenységtől a kulturális értékek megőrzéséig széles a paletta. Nélkülük nem lenne itt a megyébe semmi. Nagyon sok segítséget nyújtanak a szervezett programokhoz, akár pénzügyi vonalról, akár társadalmi vonalról, akár szellemileg, akár lelkesedésből. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon aktívak és nagyon tehetségesek, és nagyon sokat tesznek a megye különböző területein, csoportokért, egyénekért, hátrányos helyzetűekért. Sorolhatnám órákig, hogy milyen területeket képesek fölkarolni, és olyan területeket alapvetően, amelyekre nekünk már nincs rálátásunk, vagy anyagilag, vagy pedig azért, mert egyáltalán nem tudjuk fölölelni ezt a picike megyét is. Az idei esztendőben díjat vehetett át a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület, a Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményért Alapítvány és a Dunaföldvári Dunatúra Egyesület. Ezek így mind-mind egy plusz erőt adnak ahhoz, hogy na, találjunk még ki valamit, csináljunk még, tegyünk valamit, akár a városunkért, akár a tágabb környezetünkért. A Bazsonyi Arany mecénás díjat ebben az esztendőben Szabó Balázs, az egyik legnagyobb magyarországi kereskedelmi bolthálózat szekszárdi igazgatója vehette át.